A külföldre, de nem Magyarországra kivándorolt erdélyi magyarok életét, véleményét, társadalmi-gazdasági helyzetét kutatja a Kolozsvári Bálványos Intézet. A kérdőíves kutatás célja meghatározni az elvándorolt erdélyiek helyzetét külföldön. Az erdélyi magyarok migrációját kutatja a Kolozsvári Bálványos Intézet, az MTA Kisebbség Kutatóintézettel és a Sapiencia MTE Kolozsvári Karával közösen. Toró Tibor, a kutatás vezetője híradónk érdeklődésére elmondta, a kutatás előzménye egy szintén hasonló témájú és című magyarországi kutatás, ezzel szeretnék majd összehasonlítani az általuk begyűjtött adatokat. Elsősorban a migráció okaira, a beilleszkedésre, a szülőfölddel való kapcsolat tartásra szeretnének rávilágítani. Ez nem egy reprezentatív kutatás lesz. Tehát amit mi mondunk, nem biztos, hogy így van, mert mi csak azokról tudunk mondani, akiket elértünk. Viszont ez trendeket fog megmutatni. Tehát meg tudja mutatni azt, hogy azok, akik Angliába mennek például, dominánsan vannak-e vélemények, vagy dominánsan vannak-e ilyen elemek, amit azután meg lehet nézni mélyebben. Hozzátette, elsősorban a közösségi médiában népszerűsítik a kérdőívet, de külföldi magyar intézményekhez is szeretnék eljuttatni, annak érdekében, hogy minél több helyről és minél több adatot tudjanak begyűjteni. Amennyiben a kutatók úgy látják, hogy szeretnének a kérdőívet kitöltő személyek történeteikkel is megismerkedni, akkor a kutatás második részében akár fel is kereshetik azokat, akik megadják elérhetőségeiket. A hétfő óta futó kérdőíves kutatásban már most több mint 600-an vettek részt, ebből előzetesen annyit vettek észre a kutatók, hogy sok erdélyi magyar végül nem az eredetileg megcélzott országban telepedett le. A kérdések egyébként arra is keresik a választ, hogy milyen az elvándoroltak kapcsolati hálója, hogy milyen módon tudják megőrizni magyarságukat, hogy milyen magyar rendezvények vannak külföldön, hogy milyen gyakran látogatnak haza, esetleg hazaköltöznének-e, illetve hogy milyen a viszonyuk Magyarországgal és Romániával.